szemben a Szarlő amik egy év alatt befejeződött, elvágták a szálait, és ott maradt maga a mag, és azt a magot eszi most a bíróság szerencsétlen módon, mert a bíróság azt eszi, amit kap. Tehát nem mondhatja azt egy bíró sem, hogy de kérem, én látok ott még eseményeket, látom, hogy itt összefüggések vannak akár az igazsági minisztériummal, akár más központi vezetőséggel, akár Fontos szereplőkkel legyenek főorvosok vagy bárkik, ezekkel összefüggésben látok adatokat, de ha nyomozóhatóság nem tette vád tárgyává, és a vádirat nem tartalmaz velük szemben semmit, akkor a bíró nem tud mit tenni. De ez nek... az ügyészség felelőssége, nem? Az Gond. ügyészség felelőssége, ezt az ügyet egyébként kiemelt ügyként létén szó, az ügyészségi nyomozóhivatal vizsgálja, és ezért aztán az ügyészségen sokkal nagyobb felelősség van, mint egyébként, amikor is rendőrhatóságok szoktak, vagy NAV szokott vizsgálni, az ügyész pedig törvényességét felügyel, itt pedig maga a nyomozó hatóság is az ügyész alá tartozik, és az ügyészség, mint tudjuk, az egy hierarchikus rendszer, minden megint fölülről jövő utasítások alapján zajlik. Ugyanez az ügyészség praktikusan nyomoz, készít vádat, képvisel vádat, és ilyen értelemben, ha nem jól végzi a munkáját, ott marad berkeken belül. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok a műsorszerkesztője, pedig Jobb Rod, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Vargadom Andreát, ügyvédet, jó napot kívánok! Jó napot kívánok mindenki! És Magyar György urat, ügyvédet, jó napot kívánok! Tisztelettel, jó napot kívánok! Hát az első ügy, amit meg kéne, hogy beszéljünk, és egy nagyon bonyolult és szerte ágazó ügy, ugye ez a Völner Sadlő ügy, amely most is, hát már egy jó ideje foglalkoztatja a közéletet, de nem régen vették fel ennek újra a szálait, és egyre több cikk jelent meg az utóbbi időben is ezzel az ügyjel kapcsolatban. Talán a legfrissebb uh, hír, hogy nem vizsgálja a Parlamenti Bizottság Varga Judit politikai felelősségét ebben az ügyben, ugyanis ez is szóba került, hogy akár őt is tanúként, illetve Trocsányi urat tanúként meghallgatnák. Először összességében, általánosságban, hagyj kérdezem meg, hogy mi a véleményük az ügyről, és akkor belemehetünk egy picit ezekbe. Én, én kézzük, mint az, a öregebb, az öregebb jogán, vagy, 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 a férfi, vagy a férfiak jogán. Szóval tetszik nekem a felvezetés a tekintetben, hogy szertágazó, de inkább én azt mondanám, hogy szégyenteles. Ez egy nagyon szégyenletes ügy, nem lenne szabad egy jogállamban ilyen ügyről beszélni, de ha már megtörtént, akkor meg nagyon kell róla beszélni. Nekem az a meggyőződésem, hogy ebben az ügyben pont az a probléma, hogy bizonyos elemeket szűnyeg alá söpörnek, bizonyos elemeket pedig kiemelnek. És én azt gondolom, hogy ezt teljes egészében, komplexitásában kell vizsgálni. Az ügy szertágazó, ezzel egyetértek, de annyira durva, és annyira a jéghegy csúcsa az egész NER rendszert ismerve, hogy muszáj róla értelemben, szakmailag is, közpolitikai értelemben is beszélgetni. Hát ha a demokratikus jogállamokban egy perces vonatkésésért, vagy mondjuk például legutóbb a görögországi vonatbaleset kapcsán az ottani miniszter lemond, akkor egy ilyen súlyos bűncselekmény sorozat, maffia jellegű elkövetés egy igazságügy minisztérium égisze alatt, ha történik, akkor akár felelős, akár nem, az aktuális igazságügyminiszternek le kell mondania. Tehát, hát ha a demokratikus fel kell jog, Le... vagy legalábbis felkelni. Fel el... Egy demokratikus jogállamban ez egy alapvetés, és közben mit tudunk meg a megjelent információkból, jegyzőkönyvekből, lehallgatási jegyzőkönyvekből? hogy A minisztérium épületében zajlott ennek a korrupt folyamatnak a legfontosabb elemei a extra vizsgáztatás, a tudás nélküli eredményes vizsgáztatás, az előterjesztés az adott új végrehajtói, végrajtói körzetre, mert ugye ez csak úgy történhetett, hogy új körzeteket alakítottak ki, ez csak az igazság minisztérium mégis alatt lehet. Tehát az is kiderül, hogy magának a minisztérium működésében volt a veleje, a központja e bűncselekmény sorozat elkövetésének, mert Sadl jött volna bármit, akár Völnerrel együtt, nem tudja megvalósítani, ha a minisztériumi rendszer ez nem a támogatást. Mennyire tartják megfelelőnek azt, hogy a közbeszéd erről zajlik, vagy amennyit beszélünk róla? Sokat kell róla beszélni nekem, ez a határozott meggyőződésem, és nem szabad feledésben boruljon. Ez az ember, aki a végrajtói kar elnök, és a mai napig az, függetlenül attól, hogy lassan már másfél éve börtönben csücsül, és annyira megfertőzte a saját végrajtói körét, hogy nem képesek őt leváltani. Ez ugyanis egy köztestület, ahol a közgyűlés választ elnököt. A közgyűlés hívhat vissza elnököt, és választ helyette másikat, és nem képesek erre. Nem állítanak ki vele szemben egy másik erőt. És ez bizonyítja, hogy ennek az embernek a hatása még ennyi idő után is, és ilyen tényállás körülmények mellett is jelentős. Tehát én azt gondolom, hogy a dolog valóban a fejétől bűzlik. Az egész végrehajtói karra rettenetes nagy szégyent hoz, átételesen az igazságszolgáltatásra is nagy szégyent hoz, mert az embereknek bízniuk kell az igazságszolgáltatást minden szereplőiben. Ők azért az ítéletek végrehajtásáért felelnek. Nem csak az létezik, hogy adósok vannak, meg árverezés van, meg ilyesmi. A végrehajtónak fontos szerepe van, hogy a jogerős ítéleteket az állampolgárok hajtsák végre a végrehajtónak ez a fontos feladata, lefordíthatjuk hóhérra is, mert az is ítélet végrehajtó, csak most nincs kivégzés. Következésképpen ez a funkció és a végrehajtás, mint olyan, rettenetesen lényeges, és ezért nagyon fontos, hogy tisztesség övezze. Ez az ember pedig megtette azt, hogy Istennek hitte magát, teljes körülön kiemelte magát a törvények alól, és azt csinált, amit akart. Telefonon intézkedett, telefonon vizsgáztatott, telefonon mondta meg, hogy kinek milyen pályázati lehetőségei vannak, és mennyi dohányt kér azért, hogy valakinek juttat egy kellemes kis állást. Ez az ember teljes mértékben lejáratja ezt a szakterületet, de sajnos az igazságszolgáltatást is. miába vagyunk ügyvédek, minket is érint. Tehát én megmondom őszintén, föl vagyok háborodva ennek az ügynek a létén, nem vagyok azon fönnakadva, hogy ez benne van a nerben, mert ezt megszoktuk, azt azonban és rosszul fogadom, hogy az Európai Bizottság nem véletlenül mondja azt, hogy Magyarországon problémák vannak a jogállamisággal. Ezt nem lehet szűnyeg alá söpörni, és nem lehet azzal elintézni, hogy a miniszterasszony mondja, a jó miniszterasszony mondja, hogy azt te tudjuk kéne, mi az a jogállam, mert nincs definiálva. Hát van definiálva, nem úgy, ahogy ő gondolja. Most igen. ugye Sadlő Györgyről beszélt, a végrehajtóknak a fejéről, de Völner Pál hogy került ebbe az ügybe? Egy picit avassuk be a hallgatókat is, és azért is mondtam az elején, hogy bonyolult és szerteágazó ügy, mert nyilván akinek más a szakmája nem ügyvéd, vagy nem ehhez a körhöz van közel, az lehet, hogy nem tud kiigazodni ebben az ügyben. Kicsit korábbról kezdeném azért, amikor elkezdtek eszponenciálisan növekedni a végrehajtói körzetek száma, azért az igazság szolgáltatás szereplőitől is, és a politikától is az igazságminisztérium felé voltak jelzések, hogy nagy eséllyel, mivel szükségtelen ennyire felnöv, megnövelni a végrehajtók számát, biztos, hogy valami korrupció áll e mögött. Tehát azért én azt láttam, hogy 2015-től, amikor kvázi ezt a kart újra, újraépítették, ott már benne volt a csírája annak, hogy majd itt egy nagyon erős korrupt rendszer lesz. Yes. kapott is jelzést folyamatosan az igazságügy, de úgy tettek, mintha semmi probléma nem lenne, és milyen teljes, hogy egy NAV középvezetővel szembeni nyomozás során történt lehallgatások eredménye volt az, hogy rádöbbentek, hogy Sándor György egy, egy maffia szervezetet működtet, mert ugye ott a, az, az egyik beszélgető partner által elmondottak, kezdték el azt kialakítani, hogy akkor a Sándor is elkezdték ö, ö, lehallgatni. Völnerpász szerepe rendkívül szégyen teljes. Ő megtehette volna azt, hogy ő megmarad politikus, megmarad igazságminisztériumi államtitkár. Én azt gondolom, hogy a képességeihez képest őt igencsak megtisztelte az Orbán rendszer, hogy olyan tisztségeket kapott, mint amiket kapott. Ö, és nem volt képes megállni enni, nem volt képes elfogadni azt a pármilliós havi fizetést, hanem, hanem bekerül egy ilyen rendszerbe, ez, ez, egyszerűen ért, érthetetlen. És az, hogy ő kiszolgálójává válik egy ilyen rendkívül primitív stílusú, abszolút láthatóan egy kriminális alkat ez a sandul ennek az embernek, és megmondom őszintén, hogy a, azért a Völner szerepét illetően nekem az első perctől kezdve van egy olyan érzésem, hogy neki meg volt mondva, hogy neki ezzel az emberrel igenis ö, együtt kell működnie. Tehát nem hiszem, hogy a politikai jéghegy csúcsa ebben az ügyben Völner pál. Nekem ezt senki nem, velem ezt senki nem tudja elhitetni. És amikor megjelentek azok a cikkek, amikor Senyei György, aki egy nagy tiszteletű bíró, most nem az, hogy OBH elnök, az egy dolog, mert megválasztotta a parlament, én magam is egyébként akkor javasoltam a, 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 bizottságnak, mert egy nagy tiszteletű bíró Borsod megyéből nem lehet belekötni a munkásságába. Egy ilyen embernek is beszélgetnie kellett ezzel az emberrel. Nem Senyei György határozta el, hogy ő egy Sándor Györgyel fog társalogni. Biztos, hogy, hogy elvárás, politikai elvárás volt. És számomra az a fájdalmas, hogy úgy tűnik, hogy mindent el fognak ahhoz követni, hogy a valós politikai szál ebben az ügyben ne ez az, az ügynek a másik fele, amire szintén tetszett már utalni. Ha visszagondolunk Farkas-Folorián ügyére, az sem volt egy Dicsőm Ott nyolc éven keresztül vizsgálták, hogy hova tűnt kettő milliárd forint az euró az országos roma önkormányzat pénzéből. Utána a magyar hatalom volt szíves visszafizetni az így elsíbolt pénzeket. Majd nyolc év után a hatóság bejelentette. Nem történt semmi. Itt nincs bűncselekmény, tessék, kérem tovább menni. Tehát nyolc évig tartott szemben a szadvölner ügyel, amik egy év alatt befejeződött, elvágták a szálait, és ott maradt maga a mag, és azt a magot eszi most a bíróság, szerencsétlen módon, mert a bíróság azt eszi, amit kap. Tehát nem mondhatja azt egy bíró sem, hogy de kérem, én látok ott még eseményeket, látom, hogy itt összefüggések vannak akár az igazsági minisztériumval, akár más központi vezetőséggel, akár ö, fontos szereplőkkel legyenek főorvosok vagy bárkik. Ezekkel összefüggésben látok adatokat, de ha nyomozóhatóság nem tette vád tárgyává, és ha a vádirat nem tartalmaz velük szemben semmit, akkor a bíró nem tud mit tenni. De ez nek... az ügyészség felelőssége, nem? Az Hogy? ügyészség felelőssége, ezt az ügyet egyébként kiemelt ügyként létén szó, az ügyészségi hivatal vizsgálja, és ezért aztán az ügyészségen sokkal nagyobb felelősség van, mint egyébként. Amikor is rendőrhatóságok szoktak, vagy NAV szokott vizsgálni, az ügyész pedig törvényességét felügyel, itt pedig maga a nyomozóhatóság is az ügyész alá tartozik, és az ügyészség, mint tudjuk, az egy hierarchikus rendszer, minden megint fölülről jövő utasítások alapján zajlik. Ugyanez az ügyészség praktikusan nyomoz, készít vádat, képvisel vádat, és ilyen értelemben, ha nem jól végzi a munkáját, ott marad berkeken belül. És ez szégyen teljes. Még, még, egy pár szót engedjen meg, az, hogy egyáltalán ebből miért lett ügy? Meg kell nézni az idősíkokat. Az Európai Bizottság megfogalmaz a Magyarországon szemben, hogy korrupciós ügyeket nem tárja fel. A nav középvezető elleni büntetőjárásban vagy nyomozásban vagy titkos nyomozásban elkezdődnek a, a telefonlehallgatások és érkeznek tömegével azok a beszélgetések, amelyek bűncselekmény sorozatra utalnak. Túl sok ember találkozott a nyomozó hatóságnál ezekkel. Ilyen sok embernél nem várható el, hogy majd hallgatni fog, ha ebből nincs ügy. Tehát és a még egy fontos, csak kiegészítés, elnézést, nem akarom a gondolatodat megzavarni. A végrehajtók, akik arra kényszerültek, hogy pénztől fügjenek, és így kapjanak lehetőséget, őszintén elmondják a valós tartalmat. Másképp védekezik az a bűnöző, akinek a bűntársai rávallanak, van. mint akit mindenki minden tagad. Igen, de túl sokan találkoztak igen. ezekkel a, ezekkel a disznósákkal. Eh, Ennyi ember már nem fog hallgatni, azt. hogyha ebből nem lesz ügy. Tehát az Európai Bizottsági Elvárás és az ügynek az igen széles is megismertsége a nyomozóhatóságban igen. persze, hogy kialakította azt, hogy ezt nem tudjuk eltusolni, igen. ebből ügyet kell csinálni, és milyen érdekes, hogy a magyar kormány ezt az ügyet mutogatja az Európai Európai Bizottságnak, hogy lám, lám, nálunk föltárják a korrupciót, és egyébként is Európai Parlamentben is milyen korrupt politikusok vannak. Szerencsétlen... Is, Szerencsétlenség... is Igen, szerencsétlenségünkre, tehát most ezek, ezek, itt nagyon össze, összefutottak, de az a lényeg, hogy, hogy sajnos ez az ügy a politika számára egy hitelesítő ügy is, és nagy valószínűséggel, amit mondott az előbb Gyuri, hogy el, levágták, levágtak egy magtörténetet, a többit, ami, ami látszik, hogy még sokkal terjedelmesebb a dolog, azt, azt nem vizsgálják, azoknak a bizonyítékokat me megsemmisítenek, Igen. és akkor ez a Magyarország minta mintaügye arra, hogy a korrupciót üldözik. És üldözik persze a, az ortopéd cipő bizniszben lévő orvosokat, aminek az összértéke jó 200 millió forint, tényleg nem kevés az sem, de hát mondjuk egy budai lakásnak az ára, amit mit 70 50 valahány Egy ember. Cipő ára ö, pedig 20 ezer forint, tehát 50 öt, öt, ezer, ezer a, a, a... a 20 ezer, Igen, 20 000. na mindegy, az a lényeg, hogy az a, lényeg, hogy, hogy az a, lényeg, hogy, hogy az a másik nagy, nagy ugye, amit az, kis, sikerült kideríteni. De akkor az ügyészség, az, hogy így elvágta ezeket a szálakat, és maradt a magtörténet, ezt próbálta megkerülni Völder a védője, ugye az előkészítő tárgyaláson, ő tett indítványt arra, hogy Varga Juditot, és akár Trócsányi Lászlórat is hallgassák meg ennek több oka lehet. Egy védő teljes körülön alkalmazkodik a védencének a védekezéséhez. Nem a védő határozza meg az eljárás menetrendjét, de alkalmazkodik. És hogyha az volt a szándéka Völner úrnak, hogy kiterjessze a felelősséget, akkor is előtt egy ilyen indítványt terjeszteni, de ha az volt a szándéka, hogy mondják el a főnökök meg a fontos emberek, hogy őnál a értékesebb ember nincs a világon, akkor meg ezért fogja előterjeszteni. Ha pedig üzenni akar, hogy figyeljetek ide, én azért hívom meg a minisztert egy tárgyalásra, mert hogyha nem úgy beszél, vagy nem úgy gondolkodik, ahogy én azt elvárom, kinyitom a számat. Úgy, mint Salomon Béla bácsi annak idején azt mondta, hogy ha én egyszer kinyitom a számat, ugye, el akarták helyezni vidékre, biztos emlékeznek erre a bari Következésképpen nem tudhatjuk, mi a valós szándék. A védő azért terjeszt elő indítványt is ebben én nagyon egyetértek, mert nyomozati szakban ez elmaradt. Nyomozati szakban is előterjesztették állítólag ezeket az indítványokat, és az ügyész hatóság nem tartotta fontosnak. Arra számítanak, hogy itt bírói szakban, bíró mérlegel, itt már csak a bírón dönt el, hogy az érdemi tárgyaláson, nem az előkészítőn, hanem majd az érdemi tárgyaláson a. Danusítottak meghallgatását követően milyen bizonyítás indítványnak ad helyt és mi az, amit elvett, és ha a bíró úgy gondolja, hogy összefügg a tényállással, szükség van a meghallgatás, akkor elrendeli, ha azt gondolja, hogy ez elkeni a felelősséget, vagy nem ide illeszkedik, akkor pedig elutasítja ezt a bizonyítás indítványt. Tehát ebből messze menő következtetés nem kell levonni, de ön a felvezetőjében megint rendkívül helyesen mondta, politikai felelősség lehet mögötte, egy parlamenti vizsgálóbizottság kivizsgálhatja, mert a miniszternek ebből a szempontból nagyon egyetértek az előbb elhangzottakkal, fel kell ajánlania a lemondását, ha a Pegazus ügy, meg ilyen akármilyen magatartás zajlik az ő házában, hogy így mondjam, akkor a miniszterelnöknek lesz az a felelőssége, hogy ezt a felajánlást elfogadja -e. Mert ha azt mondja, hogy nem történt semmi, én bízom a miniszteremben, tessék a helyén maradni, akkor ez az ő felelőssége. Ha azt mondja, hogy tessék inkább fölállni, mert az ön háta mögött jobban tudjuk majd az ügyet kivizsgálni, tisztábbak leszünk a viszonyokkal, akkor más a helyzet, mert majd aztán, hogy most utána a helyére lép majd egy piti palkó, és piti palkó lesz az új miniszter, nem változtat a tényállása. Még egy dolgot hát, ö, már csak azért is, hogy a hallgatókat minél szélesebb körben tájékoztassuk Szerűen például a, az ügyvédi munkának a gyönyörűségeiről, az ügyvéd az ügyfelével szemben, tehát a védencével szemben is előterjeszthet bizonyítási indítványokat. Tehát ha nem akarná a védenc, hogy egy ügyvéd, a védő, mondjuk a minisztereket kérje meghallgatni, a védőnek akkor is kötelessége, mert a védő feladata az védence minden áron való védelme, minden eszközzel való védelme. A jogszabályban például az van, hogyha a vádlott az ítélet ellen nem fellebezik, az ügyvéd akkor is felebeznie kell, ha ő szakmai meggyőződése szerint a védence azt nem érdemelte. Tehát elválik. Az a védenc és a védő egymástól, és ha bármelyikünk lett volna ebben az ügyben védő, akkor biztos, hogy meghallgatjuk, meghallgatni kérjük azokat a felelős politikai szereplőket, akik az adott minisztériumban ezt a rendszert engedték működni. Ami az elején mondtam, hogy az minisztériumban ez rendszer szinten Itt nagyon működött. Nagyon sokan hallgattak például a pályázatoknál. Nekem egy közeli hozzátartozom szintén letette annak idén a végrajtói szakvizsgát. Letett sok szakvizsgát, többek között ezt is. És Schadlur azt mondta, buktassák meg, mert ő az én hozzátartozom. És akkor mondták az Igazságügyminisztérium ottani delegáltjai, nem buktatjuk meg, mert minden kérdésre jól válaszolt. 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 Tehát ez az ember befolyásolt életviszonyokat, életsorsokat, egzisztenciákat. Ez az ember teljesen gátlástalan. Én nem azt mondom, hogy bűnöző, mert ez majd a bíró megmondja. De én ezt nem fogom, nem fogom előre megmondani. De hogy amit ő cselekedett, szakmai hatlan etikátlan és elfogadhatatlan, abban biztos vagyok, és ha ezért büntetőgi felelősségre fogják vonni, egyáltalán nem lennék meglepve. Maga a büntető ügy, hogy körülbelül olyan öt év amíg lezajlik, ha jól tudom, nem tudom, hogy ők mit satszolnak. Hát annyi azért, talán nincs. Itt most nem lesz annyi. Nagyon erős a bizonyítási anyag, nagyon erős a nyomozás. És mondom, szűkítették a tényállást, tehát így nem lesz ez a szer, A közvélemény elvárja, hogy majd ebben az eljárásban meghallgatnak másokat is. Nem jellemző. Nem jellemző. Az ügyész szignalizálhat, a bíró szignalizálhat, másik nyomozás során lehet esetleg vizsgálni. Például azt a kérdést, hogy egy ilyen pánszé lévő bizonyítási anyag, <laughs> hogy ez sem hova, hova lett, Igen. és miért semmisítették meg. De az ügyész meg majd magát fogja vizsgálni. <laughs> és amikor, és amikor fölteszi az Európai Bizottság azt a kérdést, hogy Magyarországon hogy alakul a jogállam, akkor ezt is meg kell kérdezni, hogy. Az ügyészek felett nincs semmilyen kontroll? Nincs. Yeah. Magyarországon nincs. Mi, akik elzellenzik, egy kicsit támogatjuk. Mi jogi szakmai munkában, kabinetben dolgoztunk, és elkészítettünk egy reformat az igazságszolgáltatással, összefüggésben, és ott fontos szerepet kapott, hogy a végrehajtókat tessék kérem visszavinni a bírói rendszer így, alá, így, nem a van. ez nem zöldségüzlet, Igen. uno, due, meg, legyen meg a kontroll. Mert kontroll nélkül bizony nem működik ez a világ, mert elment már Magyarországon sajnos a társadalom kontroll szerepe, nincs civil kontroll, de már a parlamentben sincs meg a kontroll, mert kiüresítették. De hogyha marad, marad ez a mag történet, és akár hogyan is zárul le, hát a szóbeszéd, vagy a ő, hogy mondja, így van a közvélekedés ezzel az egész ügyel kapcsolatban megmaradt, tehát benne maradnak azért a Ezért nem fog. Mindegy, társadalomban a... ez a... nem mindegy, hogy milyen eljárás zajlik. Lesz. Igen. És hogy arról beszélünk -e eleget. Hát ha fogja érdekelni az embereket, ez is kérdés. Hát ez a legnagyobb probléma, hogy a korrupció sajnos Magyarországon igen csekély ember tömegeket érdekel. De a de politika kell. ne szóljon bele az igazságszolgáltatást, e, mert nekem az a, kérdés. igen, igen, igen. Ne üzenjen az... a politikus. Nem, nem. Ne úgy, mint Rogán Antal annak idején, amikor egy külföldi elütött egy autót és összezúzta akkor nem mondja már be a médiába, hogy miért van ez házi őrizetben, miért nincs börtönben, Igen. és két nap múlva az ügyész visszaküldi, és menjen börtönbe, ne szóljon már bele. Vagy amikor itt volt annak idején, nem akkor, a jobbikot bántani, semmi bajom vele, hogy kiálltak az utcára Veszprémben, ugye, amikor a, volt a, a... Milyen? Na, én magam is képviseltem őket. A... Mi volt az a nagy katasztrófa? Ja, a Veszprém megyében, a, a Vörösi Szap. Igen, 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 igen. A Vörösi Szapnak a főszereplői fölmentő ítéletet kaptak Veszprémben. Akkor kiálltak a képviselők a bíróság elé, és toporszékoltak, hogy milyen ítélet született. Nincs köze hozzá. Nincs köze hozzá. Az igazságszolgáltatás független, és ennek az intaktságát meg kell tudni őrizni. De azt várjuk el tőle a függetlensége alapján, hogy viszont az alaptörvényt és a jogszabályokat maradéton tartsa be, és ne szolgáljon ki olyan érdekeket, amiket nem kell. Ebből az ügyből az, ami talán a szélesebb közvéleményt megfogta, ezek a telefonbeszélgetések, amelyeket ugye még bulvárlapok is lehoztak. Ez könnyen emészthető, könnyen fogyasztható. Mit szóltak ezekhez, és mit lehet ebből megtudni, ami akár az ügyet érintheti? Hát az a legnagyobb probléma, hogy ezek a telefonbeszélgetések rendkívül primitív kommunikációjú emberek képét mutatták. Tehát nagy tiszteletű, komoly közjogi tisztségeket viselő emberekről beszélünk, akiknek a telefonbeszélgetései azt mutatják, hogy ők egyébként, mint emberek, hát nem igazán lehet azt mondani, hogy az intellektus magas szintjén állnának, és olyan megdöbbentően tényleg primitív, nem tudok más szót használni, primitív az egymás közti kommunikációjuk, ami azt mutatja, hogy ezek az emberek egyébként nem is voltak alkalmasak soha ilyenfajta tisztségek betöltésére. És, magukat. és ezt akartam még mondani, hogy az látszik, a beszélgetésekből, hogy olyan magas lóról beszélnek, olyan szinten törvényen kívül érzik magukat, ami tényleg elképesztő. Sajnos ez a rendszernek jellemzője, tehát sok ilyen ember van, tisztségben is, és, és, a politika közelében is, de azért így hallani egy polgárnak, hogy ennyire sok mindent megengedhetnek maguknak, és azt gondolják, hogy érinthetetlenek. Ez azért nagyon fájdalmas. Nem szokványos, hogy ilyen tényállási elemek kikerülnek a nyilvánosság elé. Jó, jól tetszik kérdezni, sem bulvár, sem egyéb formában nem szoktak nyomozati anyagok, lehallgató telefonbeszélgetések, közvilekedés elé kerülni. Mi is most erről beszélgetünk, és más helyen is sokan beszélgetnek erről. Ez nem jellemző, ez az ügyet valóban delikáttá teszi, és ebből egy kicsit le lehet vonni ártalans következtetéseket is. Hogy kinek áll érdekében ezeket nyilvánosságra hozni, ez egy másik kérdés. De az, hogy ezt megtudja a közvélemény, ez arra utal, amit próbáltam az elején mondani, hogy ez az ügy csak a jéghegy csúcsa, a rendszer van így összerakva, hogy uram, bátyám, protekciós. Alapon én odaszólok, mert az egyiknek kellene egy gyógyszer. Én odaszólok, mert kék szeretnék közlekedni. Én odaszólok, mert egy havernak a haverját le kell vizsgáztatni az egyetemen. Hát ezek az odaszólok, ez nem baj, ha megkerül, előkerül a társam, megismeri, hogy ez a mai hatalom hogy van összecsomagolva, és hogy működik. De pont ezek az ügyek jelzik azt, hogy ugye itt azért több szintről beszélünk, és akár mondjuk egy egyetemi szint most talán ez a legmegfoghatóbb, ott nincs, aki azt mondja, hogy jó, hát eddig és, és ne tovább, ezt nem lehet megcsinálni. Ez a lojalitás, így hívják. Hát lojalitás szervilizmus. De miért van? Beulogod, Tehát, hogy igen, de, de miért alakul ki a lojalitás és a szervilizmus? Azért, mert nem tudja, hogy holnap neki ez az egyetemi katedrája megmarad-e. Tehát itt azért emberi sorsokról, egzisztenciákról van szó. Tehát azért, amikor én jártam egyetemre, ilyen elképzelhetetlen volt, hogy bármely nagy tiszteletű tanáromat, valaki esetleg, vagy, ha nem is fenyeget, de érzékeltesse vele, hogy az XY-t vizsgáztatni, mert különben hát nem biztos, hogy holnap neked már katedrád lesz. És Ez az államtitkár. Andrea. Vissza kérdez az államtitkár, kire is kell odafigyelni? Figyelni. igen, igen. Hát az édesanyja fülét. Igen, tehát. Ö, ö, Sajnos ma az egyetemen oktatóknak nagyon körül kell néznie, hogy az ilyenfajta kérések, ha jönnek, akkor teljesíti vagy sem. A becsületesebbi azt mondja, hogy akkor én nem vennék részt azon a vizsgán, minden tanszéken, minden szakterületen több tanár van, majd legyen valaki, akinek Pontos. a lelkiismeretével ez összefér. Én is a másik, sokat. a másik variáció meg az, hogy hát elnéz és azt mondja, hogy hát leimádkozom, meg, meg jóvá teszem, meg nem tudom, megpróbálja a saját lelkiismeretét megnyugtatni. Borzalmas, amikor egy rendszer arra épül, hogy embereknek nap mint nap a tükörbe nézve meg kell maguknak magyaráznia, hogy azért teszi, mert különben a gyereknek nem lenne mit enni. Tehát mindenki, aki megnyugtatja valahogy magát a rendszerben, hogy egy jogellenes dolgot mértez, annak a kiinduló pontja az, hogy hát itt a családom, két-három gyerek ott van, hogy magyarázom meg nekik, hogy annak az idiótának nem adtam meg a, a kettes-hármast akármennyit, vagy az, hogy eredményes, és ezért vesztem el az állást. Magam is sokat vizsgáztattam szakvizsgán is, egyetemen is. Kaptam én is telefont, ezt azért nem lehet letagadni, hogy segíteni kéne valakinek, és én csak azt kérdeztem, felkészült? az illető tudja a szakmai anyagot, akkor nem lesz problémája. Nem kell protekciót kérni. De aki úgy megy el vizsgázni, mint amit ebben az ügyben láttuk, hogy ott sem egy. és csak letelefonálnak, hogy kellene a diploma eredmény, meg tessék a Neptúr rendszerben, hogy megjelent a vizsgán, ez mindennek a fele teteje. Hát ez megcsúfolja az összes egyetemistát, ez megcsúfolja az összes diplomást, ez megcsúfolja az összes egyetemi oktatót, hogyha valaki telefonra, egy sávféle telefonra vizsgát ad. Ez az ügy egyébként nem tartal, tehát a büntető jogi részt ez nem tartalmazza. Nem, ez az ügy. sajnos nem. Igen. Mondjuk, hogy le, mondjuk, hogy lenyesték ezeknek az ünnepüzeket, a szálait, ágait, Szakmai értelemben én azt el tudom képzelni, hogy nem akarták a figyelmet elvinni, de ezeket az ügyeket nem lehet szőnyeg alá söpörni, továbbra is vizsgálni kell, és ha nem ülnek a 21 vádlott között, nem ülött az egyetemi oktató, az még túlélhető, de ne ússza már meg! De azért még egy példát, hadd mondjak, amikor a doktorátusokkal kapcsolatban voltak a problémák, hogy plágium volt, nem ő írta, stb. Érdekes módon az egyetemek, Mi? meg a, azok a központok, ahol a vizsgák zajlottak, felülvizsgálták ezeket a... a, belsőbbi, ezeket, itt is volt Pécs, és, a és megvontak doktori címeket, visszavontak diplomákat. Hogy van az, hogy most ugyanez a rendszer, ahol ezek a vizsgák zajlanak, azok külön intézmények, most ezek miért nem vonják vissza ezeket a vizsgákat? Miért nem semmisítik meg ezeket a diplomákat, ezeket a szakvizsgabizonyítványokat. Volt egyetemi vizsgálat, le... és megalapították, hogy nem történt visszaélés. Igen, igen. Emlékezz vissza. Igen. Tehát... a én ha azért... az ügyeket a legnagyobb szégyen, mert a társadalom már ilyen értelemben érzékeny. Tehát az emberek ezekre a disznóságokra sokkal érzékenyebbek, sokkal jobban odafigyelnek, mint az mondjuk, ha történik egy általános bűncselekmény, ami gyakran előfordul, hogy valaki az anyósát felpofozza. Ugye? De ebből még nem következik. Ennek sokkal sűrűsabb a társam következik. És még egyet nagyon, nagyon fontos nekünk még megállapítanunk, ez pedig az, hogy ezek az ügyek az egyedi emberben kilakítják azt, hogy már a gyerekét úgy neveli, hogy kicsim, örülök, hogy tanulsz, meg persze, tegyél meg mindent, de hidd el, kislányom, kisfiam, úgy fogsz tudni előre haladni, hát. ha anyád, apád protekciót keres és ne törekedj arra, hogy te legyél a legjobb tanuló, és majd te elvárod, hogy akkor a legjobb tanulóságod miatt majd te jó állást fogsz kapni, de hogy is fogsz, a leghülyébb fogja megkapni a, a jó állást, te csak tedd a dolgod, mi majd megpróbálunk apáddal, meg a rokonsággal valami fajta kiskapukat keresni. Tehát erre épül fel újra az összes család élete. Most nem csak a tanulást illetően, hanem bármely érvényesülést illetően, egy egyszerű vállalkozást illetően. Azt mondta, hogy újra, mert hogy azért ez a szemlélet évtizedek óta de hát, most hát meg az előtte, Hogy ne? Hát meg előtte 50 évvel is így volt. Én azt gondolom, hogy már a, a 1910-es évektől kezdve ez így volt. Sajnos Tehát ne előző, a szőnyeg alá. Én nem akarok itt hosszú távú perspektívákat megjeleníteni. De ha egy hatalom 12 évent keresztül hatalomban marad, elveszti az önkontrollját is, elszemtenedik, mint annak idején Arkadi Rákin mondta, <laughs> hogy a kisnyuszi elszemtenedik. <laughs> nem szabad. És a váltogazdálkodásnak pont ez a lényege, hogy legyen másik oldal. Az állampolgár kipróbálhasson alternatív megoldási lehetőséget. Mert aki ennyi ideig tört, ül egy beton betonon, egy betontrónon, az elveszíti a józan gondolkodását, és olyanokat is megcsinál, amit nem kéne, sem a magyar hazai érdekében, sem amit művel például ez a hatalom most külpolitikai értelemben. Nem akarok kibeszélni ebből a beszélgetésből, de amit az Európai Bizottsággal szemben megengedhetnek maguknak, vagy az ukrán-orosz háborúval kapcsolatosan megengedhetnek maguknak, utolsó példa, a norvég-svéd NATO csatlakozással kapcsolatosan megengedhetnek magukra. Fin, fin, finn fin, az fin, megcsin, fin, 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 nem, fin, minden fin, minden fin minden, minden és legyen alternatíva, szerintem ez a magyar embereknek is az érdeke, viszont egyelőre úgy tűnik, hogy nincs. És miért nincs? Beszéljünk egy picit erről is az ellenzéknek az állapotáról. Egy friss hír kapcsán tegnap tette le a képviselő esküjét Rácné Földi Judit, a Demokratikus Koalíciónak a politikusa. A Momentum például nem szavazta meg az ő képviselő jelöltségét. Kicsit beszéljünk erről az ügyről is, nem mélyen belemenve, csak hogy azért mégis lássuk, hogy az ellenzék ma milyen állapotban van. Az elmúlt időben több, több olyan hírt is hallottunk, hogy átigazoltak politikusok a DK-ba. Önök szerint a DK lesz itt az ellenzéknek a legnagyobb ereje, és ha igen, akkor ők egy ilyen váltópárt státuszra törnek? Ez reális? Hát a, a Fidesznek az lenne a jó, hogyha a DK váltó, váltópárt. Szeretne magát avazsálni. amikor Amíg a DK lesz a legerősebb ellenzéki párt, addig itt nem lesz változás. Tehát ez, ezt le kell szögezni. Igenis, van üvegplafon felettük, és számomra ez a Rászné földi Judi történet abból a vonatkozásból egy, egy, példa, hogyha valakik egy választásra összeállnak ellenzéki pártokként, hogy mi az elkövetkező négy évben egy, megpróbálunk egy szellemiséggel, egy valódi, vá, váltható, át, a mostani rendszert felváltó erőként mutatkozni, és a Hát ezt Gyuri még inkább tudja, mint én. Lefektetünk erkölcsi alapokat, megállapodásokat kötünk. Kimondjuk azokat a politikai jelenségeket, ami hozzánk biztosan nem kötődhet, vagy vagy nem uh, gyakorolhatjuk, mert nekünk meg kell mutatni, hogy mások vagyunk. A Momentum nagyon jól tette, hogy felszólalt ez ellen, mert ezek szerint ő az egyetlen, aki őrzője annak a szellemiségnek, amit az ellenzéki együttmunkálkodás egymással szemben és egymással. Másért megfogalmazott. És ma. Azért ilyen gyenge az ellenzék, mert saját magát töri össze, saját magát hitelteleníti el, és ezekkel a átlépeketek, innen szedek, onnan szedek embereket, és akkor azt érzékeltetem, hogy a DK lesz a megváltó és a rendszerváltó, nem lesz, mert aki létrehozta az Orbán rendszeri kétharmadot, az Magyarországon soha az életben nem fog kormányozni. Tehát ha ezt valakik nem látják be, akkor az azt jelenti, hogy ők nem váltani akarnak, ők nem váltó pártként akarnak megjelenni, hanem az ők köreikben való egyéni egzisztenciáknak a parlamenten és a közjogi életben való szerepvállalás a biztosítéka. Egyéni egzisztenciáról beszélünk, és amikor, és bocsánat, hogy picit hosszabb vagyok, de amikor Jászberényben megtörtént a választás. A kétharmaddal győzött egy ellenzéki polgármester. És egyértelmű volt, hogy nem volt ott a DK, mert a DK a Fideszel összejátszva feloszlatta azt a testületet. Másnaptól az összes kormánypárti politológus, influencer és megmondó ember azt harsogta, hogy ez nem minta az országos jövőbeni választásokra, mert a DK nélkül nincs ellenzéki politika. A Fideszes megmondó ember a dk propaganda propagandagépezetté váltak? Hát, mert ők pontosan tudják, hogy ha nincs, ha, ha nincs DK, akkor van esély változásra, amíg a DK az ellenzék vezető ereje, addig itt nem lesz semmilyen változás. Sajátos helyzet ez, és én magam is azon a véleményen vagyok, hogy ez a fragmentált ellenzék jelen stádiumban nem képes váltóképességgel nem rendelkezik. Mi civilek elég régóta harsogjuk azt, hogy választási pártra van szükség, úgynevezett technikai együttműködésre van szükség, ideológiailag nem lesz közel egymáshoz a Jobbik és a DK, meg a Momentum és a, a Szocialista párt, de a választógi törvény adta keretek biztosítják azt, hogy csak egyetlen egy erőt indulhat el a Fidesz jelöltjével szemben. Ha ebben meg tudnak állapodni, adja a jó Isten, akkor állapodjanak meg, ha nem tudnak ebben megállapodni, akkor tessék előválasztást tartani, mert az előválasztásra legalább nem a pártközpontok mondják meg, hogy ki a legerősebb játékos, kinek mekkora muszklia van, hanem a választó mondja meg. És ennek álláspontom szerinti demokráciában sokkal nagyobb a jelentőség. Abban a pillanatban, hogyha ezt erőfölényből akarja az egyik párt lenyomni, és ellenzi például az előválasztást is, az arról szól, hogy ő akar dominálni. És ha ő akar dominálni, akkor pont ezt az együttműködést öli meg, mert egyedül kevesek a váltáshoz, a többiekre szükségük lenne, a többiekkel pedig együtt kell működniük. Karácsony Gergely és jó magam is elég régóta harcoljuk, hogy tessék, kérem, a válaszolgi törvény adta lehetőségekhez képest egyetlen egy erőtet kiállítani, úgy a parlamenti, mint az önkormányzati választás. Örülök a Jászberényi sikernek. A Jászberényi sikert tényleg egy minta, Korábban Márkiza is ezt csinálta a hódmezővásárhelyen. Nem véletlenül, hogyha összeálltak civilek, összeálltak ellenzéki gondolkodásúak, eredményt tudtak produkálni. Ha ez nincs meg, mert megint csak az erőfitoktatás és sajnos rossz hírem van, a pénz mozgatja. Há, hát, hát beszéltem az, az egész járatot a pénz, pénz. mozgatja, mert Magyarországon szégyen és gyalázat ez a pártfinanszírozása rendszere. Mindenki függ a központi Igen, hatalom pénzétől. Én a magam részéről, ha engem kérdeznének, szerencsére nem kérdeznek, mindenki jól jár. Nem egy plusz egy százalékot ajánlanék fel, hanem 6-8 százalékot ajánlanék fel az adomból, hogy pártokat föntartsunk, egyházakat föntartsunk, és társadalmi szervezeteket támogassunk-e, mert akkor abból kiderülne, hogy a választó mit szeretne, és nem pedig a központi hatalom, mondjuk a pénzügyminiszter osztja el vagy a számbevőszék osztja el, hogy melyik céget vagy pártot foszt meg a támogatástól, és melyik támogatást tudja fölhasználni, azért, mert több a választotja. Több képviselőt tud kiállítani, mondjuk egy jobbik, mint a másik, akkor több pénzzel fog gazdálkodni. Megmondom őszintén, ez szimpátia kérdése, és itt van a dolog elcseszve. Muszáj beszélnünk róla, mert tegnap a közösségi médiát elárasztotta az a jelenet, amikor Gyurcsány Ferenc gratulált Földi Nérác Juditnak. Kérem, ezt is véleményezzék. Egy furcsa képek kerültek ki, megnéztem a videót is, az sem sokkal jobb. Mi a véleményük? Hát az, hogy most két ember e, milyen viszonyban van egymással, és egy ilyen szituációban a gratuláció miként van, ez vélhetően alapvetően az ő belső viszonyuktól függ. Az más kérdés, hogy azért a parlamenti ülésterem az egy, az egy tiszteletre méltó hely. Tehát még hogyha gratulálok is, akkor is inkább egy picit visszafogottabban, még ha a kedvességet meg is tartom. Én úgy láttam, a Gyurcsány ez demonstrált. Tehát ez a köszöntés, meg ez a gratuláció, ez egy demonstráció volt, hogy tehettetek bármit, akkor is ez az asszony van itt közöttünk, mint képviselő. Azért egy kordás László után én nagyon megfontoltam volna, hogy az ő emberi tekintéhez méltó utódot kellett volna azért Most ide behívni. Az, hogy a DK jelölhetett, ez megint az együttműködésből származó igen, megállapodásnak a része. része volt, persze. Ez korrekt. Hogy De a sorban nem ő következett Közett volna. Egy fiatalember, én ismerem őt jól, Budapesten harcolt, nagyon sokat tett a választások, előválasztási időszakban. Nagyon jó szerepelt az a fiatalember, és ő került volna sorra. Azt, hogy a Judit őt szintén honorálni akarják, mert szintén sokat tett Fehérvár környékén, nem véletlenül fontos szereplője a közéletnek azon a környéken. De azért ezt ott van Márton Roland érteni. is, kollégánk is ott van, ugyanazon a székesfehérváron. Meg, meg kell érteni ezt a részét, de, és szabad egy pikert megjegyzést tenni, momentumnak lehet, hogy igaza van, mert őrzője a megállapodásnak, de nem a nyilvánosság előtt kell ezt kifejtenie. Tessék kérem, leülni, a hat párt működjön továbbra is együtt, és mondják meg egymásnak, hogy kérem, eznek demonstratív értelemben nem jó az üzenete. De ha ezt nyilvánosan teszik, akkor ez megint a további szeletelése az ellenzéknek, további arról szól, hogy ő rájuk szavazzak, amikor egymással sem békülnek. Igen, de Gyuri, lehet, hogy ők nem tudnak már együtt leülni. Tehát én azért most egyszerű polgárként figyelem az eseményeket. Én azt látom, hogy ők nem tudnak leülni, mert nem tudnak miért leülni. Hát ahol egymástól szedegetik el a, a politikusaikat, a parlament falai között, az önkormányzatokban, és tulajdonképpen egy versenyfutás zajlik. Akkor... Meg tudják változtatni a választási törvényt, vagy nem? Nem, nem tudják megváltoztatni, ha, de. Akkor kényszerpályán vannak? Ebben igazad van, de valahogy üzenni kell a társadalomnak, hogy higgyék el, hogy itt ez, ami van, ez nem jó. Tehát ha most én lennék a momentum, Igen. akinek egyébként nagyon sok ö, dolgával, nem nem értek egyet, és szerintem a vezetője szürkessége az meghatározza az ő jövőbeni szereplésüket is, de, de, de hogyha azt látja, hogy az ellenzéki együttműködésben nem a, ennek a rendszernek a leváltása, hanem bizonyos pártvezetőknek a hosszantartó egzisztenciális biztonságnak megteremtése az egész ellenzék alapvető tevékenysége, akkor valahogy szólnia kell. Most a két rádió, a rádióhallgatónak most azt tűnik föl, hogy itt leül két ügyvéd, és elkezdi osztani az észt. Nem így van, <laughs> nem, nem, nem így hát van. van. Mi azt látjuk, hogy jobban is működhetne így ez van. a rendszer, ha az emberek egy kicsit félretennék az egójukat, és közéletet élnének, és nem magán magánérdekeket képviselnének. Ez vonatkozik a Fidesz-relációjára is, ugyanúgy, ahogy az ellenzékre. Még egyet hadd mondjak. A, a képek, ugye, most azt mondta a szerkesztő asszony, hogy a gyúcsény gratulációja. Hát mögötte ormán viktor arca. Tehát Igen. Ilyen cinikus tekintet azért ritka, még őtőle is ritkán látható. Hát az ő arcán rajta van, hogy nagyon örülök, hogy idehoztátok ezt az asszonykát. Az én propaganda, gépezetem, azt a szerencsétlent egy-két év alatt úgy le fogja hitelesítő, vadászni, hogy öröm lesz nézni. Hát neki rossz lett volna, hogyha az a fiatal ember jön be, akiről Gyuri mesél. Mert, az, mert, ott, mert ott egyszerűen most, most mivel, mivel kezdene? Ő még egy fejlődési szakaszban van. Ugye? Tehát én aztán tudom, hogy a propagandagépezet hogy tud megsemmisíteni, még valótlan dolgokkal is, hát még akkor valós történetek. De a videón pont ez az ölelés úgy tűnik váltott ki egy-két mosolyt és reakciót a fideszes politikusokból is, és érdekelne Magyar Györgynek a véleménye is, férfiként akár, hogy... Az ölelésről? Így van, hogy ez, ez Jó mennyire... Szíved, 73 éves vagyok, Besz beszélhetünk az ölelés jelentőségéről, már nincsenek ennek súlyos következményei. Üzenet ennek üzenete van, uh -huh. és ö, valóban Gyurcsány Ferenc arra nagyon odafigyel, hogy az ő relációjában a szerep megmaradjék. A feleségét tolja előre, nagyon helyesen teszi, ő egyébként egy tehetséges politikus. Európában is jól megállja a helyét, tehát nincs vele semmi baj, csak be van gyurcsányozva. <laughs> És ez a közéletben sajnos ez már handicapnek számít. Donát Annáról én egyébként jó véleménnyel vagyok, azt mondom, hogy jól felkészül. De nem ő az elnök. De. nem ő az elnök. Nem ez ő igaz. az elnök, az a probléma, hogy nem ő az, az elnök. elnök. De hát most elment kisbabát, az is fontos, hogy legyen kisbaba. Az nem értem. tudom, demográfiáról azt hiszem, ma nem fogunk beszélni. Hát az abban az már nem annyi az idő, Nem marad már, de majd a legközelebbi alkalommal az is egy fontos feladat. Az Anna, én meggyítélésem szerint a gényeiben hordozza a politikai hozzáértést. A nagy papától a papán keresztül komoly érzékenysége van, ő is ragyogon megállja a helyét az Európai Unióban. Látok benne perspektívát és jövőt, és én azt gondolom, hogy lehet vele együttműködni, és oda is lehet figyelni a megszólalásaira, amikor azt mondja, hogy, hogy nem biztos, hogy a múltból kell válogatni. És én meg leghatározottabban jelentem ki így a műsor vége fele a fiataloké az erő, a fiataloké a jövő. Nem az ilyen nem vén hülyékre van szükség, mint amilyen én vagyok. Bölcsességet lehet esetleg osztani, de tevékenységet, aktivitást a fiataloktól lehet elvárni. Nem véletlen, hogy a Fidesz is megöregedett. Nem véletlen, hogy az ifjúságnak egy nagyon nagy jelentősége hányada elfordul a közélettől, ha itthon van egyáltalán, és nem érdeklődik. Pedig nagyon lényeges lenne, hiszen az ő jövőjüket építjük, és ebben az országban őrájuk van szükség, minden tekintetben. Tessék, kérem, bízni a Ugye hát Egyébként nekünk. a Fideszben azért van egy ilyen fiatalitási szándék, no. nem? Tehát azért hoznak hát, be új arcokat. De hát házságos. milyeneket? Hát milyeneket? Hát otthon, otthonról mindegyikük a, a protekcionizmust hozza, ö, abban a közegben szocializálódott, hogy teljesítmény nélkül a család mindent megkapott. Azért nézzük meg, hogy az öreg, öreg politikusoknak a gyerekei, meg a, rokona, a fiatal rokonai érkeznek. Nekem egyébként, amennyit még a politikában el fog tölteni, számomra a legfontosabb szempont a magyar gyermekek jövője, a magyar gyermekek jobb léte. Tehát én az ügyvédi munkámat is a gyerekek képviseletére akarom fordítani, mert, mert gyalázatos a magyar gyámhivatali szellemiség, ami van. És a fiataloknál, tehát 18 év felettieknél pedig az, az, az a törekvésem, hogy kapjanak meg minden tudást, minden esélyt, Ám blok, nem a kivételezett Ner gyerekek, hanem, hanem mindannyiuk, mert hogyha nekünk a fiatal korosztály, a mai fiatal korosztály nem kiművelt emberfők tömege lesz, akkor Magyarország jövőjének nincs, nincs jövője, nincs perspektívája, mert az értelmiség tart fenn egy országot, egy értel, az értelmiség tud egy versenyképes országot, egy, egy valóban meghatározó, a nemzetközi térben is meghatározó országot működtetni. És, De a mai hatalomnak nem ez az És a mai hatalomnak viszont a múlt az érdeke, a begyöpösödöttség, a, a, primitívség, hát nézzük meg, mi az a szenny, ami folyik a, a kereskedelmi adókból, tehát nem a minőséget mutogatják, hanem a silányságot. És a, azok az idősebb korosztály, mint mi is, Gyurival, meg még vannak páran, jó, jó, hát akik, akik, akik szeretnék, akik a fiatalokat akarják támogatni. A, fia, a nekünk, a nekünk, ugye, nekünk van egy társadalmi ismertségünk, mi mut, tudjuk mutogatni a jövő generációkat, értékes embereit. Nekünk ma már ez a feladatunk, nem az, hogy mi legyünk az első sorban, hanem hogy, hanem hogy mutassuk fel a mai társadalomnak, hogy muszáj lesz a fiataloknak átadni, mert lehet, hogy fognak hibákat elkövetni. De nem cipelik magukkal azt az iszonyú mennyiségű ö, torz szemléletet, ami ma az ötvenes korosztálytól felfele jellemzi a politikai közösséget. Lehetőséget kell biztosítani a fiatalok számára. Nekünk idősebbek, nem neked, csak nekem. Az idősebbeknek ez a feladatunk. Hát ebből még egy műsor tudnánk kerekíteni, de most le kell zárjuk. Le kell zárjuk ezt az adást. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak. Varga Damandra és Magyar György ügyvédek voltak a vendégeink. Mi köszönjük. Ennyi. Minden jót kívánok! Köszönjük szépen minden jót.